No, mindig le vagyok maradva a kommentekkel, ugye mindig időhiány van, úgyhogy megpróbálok közben egy-egy videót csinálni, válaszolni kommentekre. Na, a múltkor ugye beindult a traktor, nagy volt az öröm, feltettem a videót, és látom, hogy jönnek be ezek a kommentek, az emberek ja, temetik már a traktort, busúlyak, hogy nem is busúlyak, hanem mondják, hogy na hát ez is baj, az is baj, megint kell javítani, ezt ki kell cserélni, azt ki kell cserélni. Gyerekek, egy kicsit nem tudtok örvendeni a sikeremnek. Vagy legalább, ja, ugye, mint Péter Tomovics, én is úgy jártam, hogy de gyerekek, mi ez a negatív hozzászólás? Én se értem. Na, Zoltán azt mondja, nem értem, miért nem lehet kanócot használni a helyett, a rohadt spray helyett. Ja, eszembe se jutott. Lehetne kanócot használni. Ja, egy rongyba beáztatni egy kicsi üzemanyagot, és azt tenni a levegőszűrőhöz. Ja, megpróbálom következőkor. El is felejtettem, tényleg otthonnál. Otthon azt szokták csinálni. Jót nevettem, amikor felrobbant a cső, és lespriccolt az a valami. Én nem nevettem olyan jót, de ja, az egy kicsit vicces volt, mert pont telibe kapott. Minden meg lesz szép lassan, de nem hajt a török szép munka, azt mondja András nagy. Na, hol jönnek már a negatív kommentek? Taszie. Üdv, nem tudom, hogy ott milyen árak vannak, de például Magyarországon egy targonca hidrolika csöveit olcsóbb legyártatni egy vállalkozóval, mint az eredetit megvásárolni. Ja, hát itt is ugye nem megvásárolom, hanem kimegyek a hidrolikus üzletbe, és ott ugye legyártsák, és általában elég jó árak vannak, tehát függ attól, hogy milyen a csatlakozó, de 20 dollártól 50 dollárig általában egy slag. Úgyhogy nem veszélyes, ki lehet bírni, ugye egyszer, ha már az egészet lecseréted, utána nagyon ritkán kell ezeket cserélni. Tamás Kővári, valaki csinálja már egy olyan videót, hogy Székely Vegán a legjobb jelenetek, és vágja be a csőrobbanást. Ja, azt valaki más kell megcsinálja, mert nekem arra időm nincsen. Sándor Berde. Javaslom, mielőtt bármihez is fogsz, cseréld le az összes hidrolika csövet. Az összes hűtőcsövet, a tömítéseket se ártana lecserélni, a négy gumit. Nem fogom lecserélni, csak azt cserélem mindig le, ami áramlik. Persze, én értem, hogy miről beszélsz, hogy ja, jobb lenne, hogy mindent újba tenni, és akkor nincs bajod vele jó ideig, de mikor ilyen vékony a költségvetésed, mint nekem, akkor azt lehetetlen csinálni. Most, amit felsoroltál, az startból 1500-2000 dollár, úgyhogy nem, nincs értelme annak, hogy én azt csinálom, és nem is tudnám, ha akarnám sem, mert nincs rá a pénzem. Az összes munkahenger nagy valószínűséggel engedni fog, azokat sem ártana szétszedni és felújítani. Mind a 13 munkahengert felújítottam a tavaly, úgyhogy nagy valószínűséggel nem fognak engedni. Ezt azt hiszem említettem a videóban is, hogy a Gilbert segítségével a szomszéddal úgy bóraktuk az összes munkahengert. Ennék ők kezded el terhelni, valószínűleg szép sorba adják meg magukat. Ja, hát pont az a cél, szépen sorba adják meg a magukat, használom egy pár hétig, egy hónapig, egy-két dolog áramlik, elköltök 50-100 dollárt, megjavítom, és az élet megy tovább, az így működik egy kis farmon. Nem kis összeg és idő lesz, mire munkába fogható lesz. Dehogy nem. Két slagot kicserétem, az egyik út 20 dollár, a másik 50 dollár, még nem cseréltem ki, de megvettem. És felfutatom a jobb első kereket, és, vagy elviszem, és 25 dollárért megjavítatom. És 100 dollárból el van indítva a traktor.
és ami majd áramlik még, azt majd megjavítsuk menet közben. Ez így működik, gyerekek. Bringa adott, legutolja arra a költözős videótból láttam, hogy nem adod át. A közben még láthattad a kutházba, itt-ott még megjelenik. Aja, most láttad ugye a költözős videó óta a kutházba, most láttad. Hát azért nem adom el, mert szándékozom használni. Ugye az utóbbi időben nagyon foglalt voltam mindennel, nem nagyon volt időm használni, de most elő fogom majd venni hamarosan. Mert már hiányzik egy jó kis bringázás. Betli, örülök, hogy beindult a vénység, nagy segítségedre lesz. Kölnben, a különben gondolom azt akkor, tehát hány éves a szerkántyú és milyen gyártmányú. Case, COSE, nagyon híres amerikai gyártmányú gép, 580-as, 580 CK, 1967-es évjárat. Nem 30-as. Gumialkatészeknek nagyon megartott a nap, a hátsó gumit is lassan cserélni kell, de hogy kell cserélni. Addig fogom járni a hátsó gumit, amíg darabokra szakad, és már nem lehet, nem tart meg levegőt. Miért kéne cserélni, nem kell cserélni. Jó, árobban. Ja, ezek belső nélkülig, az egyikben van belső. De szerintem megérni teljesen felújítani, mert ha másnak nem is, de egy ipari múzeumnak biztos kellene. Jó, hát ez nem úgy működik, mert ezek annyira népszerű gépek voltak, hogy és nem csak voltak, hanem most is azok. Tehát minden alkatrészet lehet kapni mai napig hozzá, motorhoz, meg abszolút mindent. És olyan egyszerű és nagyszerű szerkezet. Ugye nincs semmi elektronika rajta, csak vas és gumi. Úgyhogy nagyon masszív, kemény és egyszerű szerkezet. Úgyhogy amint egyszerre kijavítottad az ilyen-olyan problémákat, folyásokat, meg ezt megcsináltad, akkor többet bajod nincs vele. Ez menjen, még 100 évig fog menni. Ja, úgyhogy... Következő, Buddy. Még egy adag szerelni való. Nagy lehangolóan. Gumikat cserélni. Miért kell gumit cserélni? Három gumi jó tartsa a levegőt, és a negyediket felpumpálom, vagy megjavítatom, vagy kicserélem. És kész. Gumikat. Gumikat addig nem cserélünk, amíg darabokra nem szakad, s levegőt már nem tartsa meg. Ez egy farm traktor, ami nem menjen a főúton, csak itt mozog, úgyhogy hogy mindegy, a gumi addig menjen, amíg szétszakad darabokra. Ne basszatok már meg. Ahonnan én jövök, ott a gumit addig használják, mikor kijön belőle a drócs a vászon, és akkor majd tűnődnek, hogy vegyenek egy újat. Nem úgy menjen az, gyerekek. Az összes hidrólika csövet cserélni. Miért kell az összes hidraulika csövet cserélni? Ki kell cserélni, anyat megmutattam, van vagy 8-10 darab, amelyik meg van érves, megtörves, azokat kicserélem. És kész. Amint már mondtam, már kicseréltem, vagy 10 darabot. Ja, új hidraulikus olajat tettem már. Úgyhogy az nem téma. Egy vider olaj $30, úgyhogy egy az 20 liter van benne. Ez nem gond. Munkahengereket átnézni. Mondtam ma többször, és a videóban is mondtam, hogy lehet nem ebbe, de ebbe azt hiszem, mind a 13 munkahengert tavaly új bóraktuk. Úgyhogy nem fognak ereszteni. A tavaly nyáron még használtuk, tavaly ősszel a gépet még használtuk 2014 őszén. Péter, mikor itt volt, és ja, működött, nem fújt egy munkahengér sem. Na, tudja, zsírozni azt mindig kell a gépet, az nem gond, egy zsírzópompas nyomott belé a gombokba. Tavaly nagyjából lezsíroztam. Motorba az olajat kicserélni. Ja.
galon olaj, mennyi, 10-12 dollár. Üzemanyagtorta, nem kell se leszerelni, se kimosni, se behaggeszteni. Légszűrőt, ja, nem kell csinálni azzal semmit. Olajos légszűrője van, úgyhogy nagyon low maintenance. Eddig költött ira, vagy 5-600 dollárt, mire a pumpa végre használatra kész lett. A pumpa 256 dollárba került, 57-ben, James fizette ki, nem én. És hát betradeltem a másik szürke pumpát, ugye, amit én vettem az eBay-en, 200, mit tudom, 20-30 dollárért. Azt ott hagytam, azért volt 257, nem 500 a pumpa javítás. De azt a pompát 4 injektorral, meg 4 csővel vettem, ami egy a pompától az injektorét, úgyhogy darabja az injektoroknak, ha meg kéne vegyem, így használtam, vagy felújítva, 80-90 dollár. Úgyhogy, ja, az nekem majdnem ingyen jött, átom adni az injektorokat is, hogyha nem kellnek majd. Úgyhogy nekem a pompajavítás tulajdonképpen majdnem ingyen volt. Ja. Most megint ráköltesz, vagy 6-700-at, mire olyan állapotba hozott, hogy egész nap tudj vele dolgozni. Nem. Nem költök rá, mert két sövet felszerelem, s menjen a traktor. Ennyi pénzem már bérehetsz másfél hétre egy olyan gépet, amit Jamesnek, ami rég megcsináltad volna már, amit Markolóval akarsz csinálni. Csak hát ezt nem értitek ti itt, hogy itt még volt egy komment, azt már mondjam el, akkor a végén kiértékelem még egy ilyen záró szót mondok. Mekkora szerencsé, hogy nem rajtad volt a kamera, amikor betelített olaja. Jó, James azt mondja, na adjad ide, hogy fémezzelek, mondom, oké, tessék. Ez jó, ha nem szólt volna, akkor a kamerát is elkapta volna. Még én is megrültem, hogy életre kelt. Ja, én is, mindenki megörült, kivéve. Talán egy pár embert itt a kommentekbe. De nem, hát tudom, nem rossz szándékkal mondjátok ezeket, de egyszerűen lehangoló, mert nem értitek meg, de most megpróbálom elmagyarázni, hogy miért van ez így. Várható volt, hogy ez lesz, cserélheted le a hidraulika csöveket, aztán jön majd a hűtőcsövek és a szimmeringek, tömítések, a négy gumi, megette őket az idő, túl sokat állt, ha dolgozz vele, jó, bla bla bla. Ugyanazt elmondtátok ötször, nem tudjátok egymásnak elolvasni a kommentjeit, és ne ismételni meg. No, de hát mit nem értetek, gyerekek, hogy most magyarázzam el, hogy értse meg mindenki. Lehet, ezt nem mondtam el az előtti videókban így részletesen, úgyhogy most elmondom, hogy ezentúl tudja mindenki, hogy ne kéne ezt többet elmagyarázzam. Tehát, amikor vettem ezt a backhoe-t, ugye szomszédtól vettem, Gébertől, a jó szomszédtól, és az volt a deal, az üzlet, hogy 2000 dollárét ideadja, hogyha megy a motra, mert ő állt egy pár évig, de azt mondta, hogy amikor letette, ment a motra, mondtam neki, hogyha beindul a motor, akkor megveszem 2000 dollárét. Amúgy egy ilyen gépnek az ára, még ha a motor rossz, akkor se veszed meg 2000 dollárét, talán 3-ét, hogyha egyáltalán nem működik. Ha működik a motor, akkor 4-5000 dollár. Na, már most volt rajta javítani való, tehát tudtam, hogy a slagok ki vannak rohadva, a munkaengereket újba kell építeni, de viszont a szomszéd felajánlotta, hogy segít ezeket megcsinálni, és segített is, ugye együtt építettük újból a munkaengereket, cseréltük is lagokot, azt még felújítottunk ott, amit kellett. És azért adta ilyen olcsón nekem ides, azért ajánlotta ő is, hogy segít megjavítani, mert hogy cserébe majd ő is használhassa ára arra, hogyha akar egy, azt mondta, akar egy tavacskát ásni, meg az kicsit feljavítani a bekötő útját, meg ilyesmi. Úgy mondtam, oké, az jó üzlet nekem és neked is, úgyhogy kössük meg az üzletet. De ugye nem volt egyből meg a pénzem, hogy kifizettem, úgyhogy ja, azt mondtam neki már a startból, csak úgy tudom megvenni a részletet, fizettem ki.
adtam neki 500 dollár előleget, és a többit letörlesztettem havonta. 100-200 dollárt adtam. Úgyhogy másképp nem tudtam volna én venni gépet, csak ha így veszem meg. Tehát ez a, ugye a kis pénzű embernek ez a leasingje, vagy a részletvásárlása, hogy veszen egy használt gépet, egy olyan, ami javításra szorul, és idővel lassan kicsi pénzekét feljavítsa, és ja, ez így működik. Na már most, hogy most nem lesz lehet annyira szükségem a backhoe-ra, mint amennyire eleinte gondoltam. Ugye változtak a tervek, inkább hozok be mulcsot, s feltöltöm a többi részeket, kevesebb ásatás lesz, de majd meglássuk. De mindenképp ugye kell, hogy itt előfeltöltsem a bekötő utat, s az épületek körül, meg mindenhol. És nem csak arra, ugye? Tehát azzal még nincsen vége a nótának. Hát utána az ötejkörre rengeteg mulcsot kell behozzak, mulcshegyeket kell építsek itt, és hagyjam, hogy lebomoljanak. Na ugye nem tudok hegyet építeni annélkül, hogy egy ilyen lenne egy ilyen front loaderem, egy rakodóm, amivel fel tudjam magasra rakni. Úgyhogy oda nagyon jó lesz a backhoe, és ugye széthordani a mulcsot is, meg szétteríteni mindenhol. Úgyhogy sok mindenre lehet használni, nagyon versatilis ez a gép. És még azon túl is persze lehet vele felemelni dolgokat, motort, kocsit, meg a tetőre mész, a tetőt, mikor például egyedül csinált, amit raktam fel a... Hát mondjuk Péter itt volt, egy kicsit segített, de a táblákot, a nagy 4x8 lábos táblákot felraktam a backhoe-nak az elejére, a loaderre, és felemeltem a tetőmagasságba, és létre csak a tetőre felmentem, és onnan vettem le a rakodóról. Úgyhogy rengeteg haszna van egy farmon, egy ilyen alsógépnek, meg ilyen rakodógépnek. Meg ugye majd a fákot kell költöztetni, felásni, meg, ja, meg ki tudja még mire lesz jó utat, ugye az utakot is fel kell javítsam, arra is jó lesz. És ha majd egyszer nem lesz rá a szükségem, akkor eladom, és a pénzem visszajön. Tehát 2000-es még rákötöttem, vagy mit tudom, 1000-1500 dollárt, ha megszámolunk így mindent. Ugye áll 3000-3500 dollárba, és egy újba épített pompával a motra jó működik, és mind a az összes munkahenger újba építve. Ugye szépen le fogom festeni, meg teszek le egy kabint, egy kicsit ilyen födelet, és az összes lak ki lesz cserélve. 5000 dollárt lazán megkapok érte, de kapjak 4-et, úgyis visszajött a pénzem, tehát ez olyan, mintha kamatra bankba tennéd a pénzed, tehát egy befektetés. Úgyhogy áll benne a pénz, és ott van az érték, nem veszik el. Úgyhogy olyan, mintha tenném a malackába a pénzt a persejbe, de közben még csinálja is nekem ugye a pénzt, a nagy segítsége. Ja. Úgyhogy veszteni valóm nincsen. És ugye még a időm van. Tehát azt nem értitek meg itt is sokan, hogy nekem időm van arra, hogy megjavítsam, meg közben egy kicsi pénzt rá tudok költeni. Úgyhogy az nem gond. Úgyhogy ha amikor nem lesz szükségre, akkor eladom. Vagy átcserélem egy billenő pótkocsira, vagy egy kicsi mini babketre, vagy mit tudom én. Na, de a pénz ott van benne, és amint már említettem, ez egy nagyon népszerű, meg hatékony gép, és mai napig gyártnak hozzá alkatrészt, olyan sokat gyártottak ebből, olyan népszerű volt, mai napig használják, mert egyszerűen olyan könnyű javítani, mert csak gumi és vas. Tehát most kicserélsz egy néhány slagot, s, ja, vagy egy pakolást, és menjen tovább. Úgyhogy, ja. Na, ennyi így backhoe témába. Értitek-e most, hogy miért vettem meg, s miért javítgatom, s miért tartom meg? Na, remélem, hogy érthető.